Komárom 50 éves árvízvédelmi vonalra rendelkezik, amely betonfalból és földgátból áll, melyeken különféle objektumok találhatók. Ezek a belső terek árvízvédelemre szolgálnak. Az itt dolgozó szakemberek ebben az évezredben átlagosan 4 évente küzdöttek meg árvizekkel, 2002-ben, 2006-ban, 2010-ben, legutóbb pedig 2013-ban. E héten egy új munkájukat segítő eszközt vehettek át. A 300 ezer euró értékű úgynevezett lépegetős kotrógép a Környezetvédelmi Minisztérium jóvoltából került a kabátfalui telephelyre. Komoly segítség ez. Könnyen, gyorsan eltávolíthatók az akadályok, főleg a belvizekben, a kanálisok medrében, ahol a hirtelen lezuduló eső akadályokat képezhet. A korszerű kotrógép vízgazdálkodási célokat is szolgál, csupán 9 tonna súlyú, s mivel mozgékony, a nehéz terepeken is bevethető. Hogy könnyen elférjen a teherautón vagy a tréleren, vagy ott, ahol bevetjük a gépet. Ehhez a célhoz igazították hozzá a motorját is, amely ugyan kisebb, de nagy teljesítményű. Komoly elektronikus hidraulikája pedig azért van, hogy a gép kezelője az irányítókar segítségével minden feladatot el tudjon végezni. Ugyanis a gép minden része mozgatható. 4 elektronikusan irányítható talpon áll, emellett forgatható markolója is van. Minden egyes feladatot egyszerűen és egy helyből tud elvégezni. Fontos, hogy megtartsa stabilitását, hiszen nem dolgozik mindig vízszintes terepen. Gyakran folyómederben, árokban, dombon, mégis nagy köveket tud elhelyezni a fal megerősítésére. Az év végéig 600 méteres szakaszon megerősítik és megemelik az árvízvédelmi falat, hiszen a legutóbbi 2013-as árvíz után még a 100 éves árvíznél is jobban 30 cm-rel emelkedett a vízszint. A régebbi árvizek idején felszínre kerültek az árvízvédelmi fal nyílásainak, szigeteléseiben jelentkező gondok. 2013-ban sok ezer homokzsákot kellett felhasználni arra, hogy megelőzzék a vízbetörését. Ezt az Európai Unió pénz alapjaiból oldjuk meg, mobilgátakat kaptunk, minden egyes betonépítmény felújításra, javításra szorul egy idő után. E javítások egyebek mellett a beton belső részein történtek, de csak a felületen volt felújítás. Elvégeztettük a betonfal ellenőrzését, és kiderült, hogy a fal szerkezete aránylag stabil, csupán repedései vannak, hiszen hosszú vonalon vezető építmény. Múr ako taki je konstrukčne stabilný, ale tie praskliny sú, lebo je to ako líniová dlhá stavba. A szakemberek ezért a betonfal felújítását szeretnék elérni, s megállapítani annak magasságát, hogy biztonságot nyújtson az árvíz idején. Jelenleg a közbeszerzés zajlik a kivitelezőre és a projektekre, hogy tovább léphessünk, illetve a mérnöki hálózat áthelyezése vár megoldásra. Minden hiányosságot szeretnék eltüntetni, melyek a 2013-as árvíz idején jelentkeztek.